amikor kialudt a szellemi látása. És azért aludt ki, mert az istenek, a szellemi erők, most mindegy, hogy hogy nevezem őket, elmentek ember közelből. Elhagyták az emberiséget, elhagyták a földet, és egy Isten és szellemi erők nélküli világ kezdődött. Ez nem egy borzasztó folyamat annál, mint hogy mondjuk egy szülő egy bizonyos ponton elengedi a gyereke kezét, és azt mondja, hogy most már menjél egyedül, Lacika, még akkor is, ha időnként elesel, meg összetöröd a pofádat, meg kell tanulni egyedül orientálódni a világba. Szóval valami ilyen háttere van valószínűleg ennek az istenek alkonyának, és tényleg elmentek. Én fiatal koromban ugye nem voltam még ilyen nehezen mozgó, és fölmásztam az Olimposzra, és körülnéztem. Nem volt ott senki. Egy Isten nem volt ott. Semmi nem volt az Olimposz tetején. Valami furcsa légkör megmaradt, tényleg ez volt, de Istenek se. Elmentek. Na most az Istenek alkonyával járt az, hogy lassan kialudt az emberek szellemi látása, és már nem látták a dolgok szellemi lényegét, hanem csak a fizikait. És akkor megváltozott a filozófia, és azt mondta, hogy az örök az az anyag, az örök az a testi, és káprázat a lelki, káprázat a pszichés, káprázat az, ami hát misztikusan vagy csak teológiailag megközelíthető, és kialakult az a fajta materialista szemlélet, amelyben élünk. Na most itt nagy különbség van, hogy melyik ember, a régi kultúra embere, vagy a modern, nevez valamit sikernek, sikeresnek, tehát nem kell ahhoz nagy bölcsnek lenni, hogy rájöjjön az ember, hogy ebben a tudatváltozásban, amiben az emberiség végbe ment, a siker materiális jellegű lesz. Gazdagság, hatalom, elismertség, felfedezések, stb. Hozzák a sikert. Ez a siker. Tehát a sikernek materiális értelmezése van. Nem mondom azt, hogy a Jeremiás próféta sikeres ember volt, aki egész életében ütöttek, vertek, börtönbe zártak, stb. Na de lelki szellemi értelemben mégis sikeres volt. De egy mai ember szemében ez nem egy sikeres élet, ami börtönökben és kínzásokban, és ezeken keresztül valósul meg. Úgyhogy mást értenek most már sikeren. Mást értenek sikeren. Itt azért nagy különbség van a nemek között. Egy sikeres nő és egy sikeres férfi, annak a teljesítménye, a produktuma nem ugyanaz. Ugyanis a férfiakra jellemző lelkileg a becsvágy, a sikeréhség. Na most mi egy férfi számára a mai társadalomban az, hogy ő sikeres? Hát a legfontosabb, amit néha el tud érni, néha nem, a hatalom. Rettenetes hatalomvágy van az emberekben. Hatni akarnak, parancsolni akarnak, többi embernek a tiszteletét, alázatát akarják megszerezni. Szóval mindazzal, amivel a hatalom jár, az egy nagy becsvágy mozgatja, és a hatalomra került embert sikeresnek mondjuk. Na most, ha egy férfiúnak nem telik arra,
hogy hatalmat szerezzen, akár politikai, akár gazdasági, akár szellemi értelemben, mindegy, akkor lejjebb adja ugyanaz igényét, és akkor karriert akar csinálni. Hatalom nincs, de valami elismerésre méltó rangot, pozíciót akar a társadalomban magának teremteni. Ha erre se telik neki, hogy a sikert, mint pozíciót érje meg, akkor sok pénzt akar keresni. Akkor a siker átváltozik arra, hogy nagy jövedelme van. És ennek megfelelő életformája, a gazdagságnak az életformája. Ez is csábító. Ez is siker. Na most, ha sok pénzt se tud keresni, mert ugye itt van valami, érezhetően, hogy ez mitől is függ, hogy elérje az ember a mire vágyik és a sikere. Tehát ha ezt se tudja, akkor ő lesz a család ezermestere. Ő meg tudja javítani az eldugult WC-t, a vízvezetéket, ő egy nagyszerű kalitkát tud esztergálni lombfűrésszel a papagájnak, a szomszédok is csodájára járnak. Ez is egy siker. És ha ez sem megy, csak úgy csetlik-botlik a racionális, reális világ dolgai között, ezzel már nem tud mit csinálni, ekkor elkezd inni. Elkezdi kábítani magát, vagyis a sikertelenségre úgy válaszol, hogy nem akar oda nézni, nem akar tudomást venni róla. Na most nőknél ez nem így van. És a nőknél azért nincs így, mert a nőknél van egy plusz, ami férfiaknál nincsen, és ezt én nem tudom másképp nevezni, mint biológiai alkotóképességnek, biológiai kreativitásnak, annak, hogy a testébe ki tud formálni egy másik emberi testet, életre tudja kelteni, megszüli, fölneveli, ennél csodálatosabb teljesítmény, produkció, hogy egy másik embert tud a világba juttatni, ez nincsen férfinél. Most ezt nevezem én biológiai kreativitásnak, és én azt gondolom, hogy a legtöbb nőnek a sikervágyát ez kielégíti, nem kell neki szülni, de a lehetőség, hogy szülhet egy másik embert, ez rettenetes fontos a számára. És inkább erre tolódik el a hangsúly, erre a biológiai kreativitásra. Bizonyítékként mondom azt, hogy a pszichopatológiai gyakorlatban, ha egy férfi impotens, az borzasztó önértékelési zavart robbant be. El is megy különböző terápiákra, vagy különböző orvosokhoz. Szóval próbál ettől megszabadulni, mert rendkívül nyomasztja. Na most, ha egy nő frigid, ilyen tüneteket nem látunk. Egész jó megvan frigiditásával. Nem vidáman tudja mondani, hát doktor úr, számomra semmit se jelent a szex, de hát a férjem kedvéért. Nem ugyanaz. De ha egy nő meddő, akkor ugyanolyan tüneteket produkál, mint egy impotens férfi, súlyos önértékelési válságok kezdődnek, nem érzi magát teljes értékűnek, vagyis tulajdonképpen a férfi impotenciával nem a frigiditás, hanem a meddőség áll szembe. És ha a társadalom úgy fordul, hogy megváltoztatja az ideálokat, tehát nem az az ideál, hogy egy nő otthon teremt és gyerekeket nevel, és a család érzelmi légköré függ tőle, hanem dolgozzon és csináljon karriert,
ő is, akkor megindulnak furcsa folyamatok, amelynek nagyjából ugye József Attila így ad hangot, hogy Thomas Mann üdvözlésében, hogy arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek. Vagyis más, más egy női siker, és más egy férfi siker, és ha valakit a sors megfoszt a női sikertől, akkor nagyon erősen maszkulinizálódik. Férfias sajátosságokat vesz fel, és a férfiak ugyanígy feminizálódnak, ha meg vannak fosztva a siker lehetőségétől.